Ez a gép a betakarított kukorica elszállítását végzi. Az őszi hónapokban ugyanis a mezőgazdasági munkálatoké a fő szerep. Az idei termésbetakarítás azonban a rendkívül csapadékos időjárás következtében eltolódott, így csak az elmúlt napokban tudták megkezdeni azt. Valójában a kukorica betakarításnak a teljes maximumába vagyunk, azt lehet mondani. Ez sajnos egy kicsit elhúzódott, hisz tulajdonképpen a múlt hét végén tudtuk csak elkezdeni ezt a fontos munkálatot. Ami akadályozta, az a nagy mennyiségű csapadék, ami lehullott itt október hónapban, hisz ebbe a körzetbe, Dunajváros környékén olyan 120-140 mm az, ami leesett, aminek a nyáron kellett volna igaziból, de ez sajnos most következett be, és ez akadályozta a kukorica betakarítását és az egyéb munkálatokat is teljes természetesen. A száraz nyári hónapok és az elsős kora őszi hetek nem múltak el nyomtalanul. Márkli János elmondta, az idei termés átlag a tavalyi évhez képest a vártnál rosszabbul alakult. Míg 2014 őszén 9 tonna kukoricát, addig idén mintegy 5 tonnányit sikerült betakarítaniuk. Kukorica betakarítás folyamata az annyiból áll, hogy először és ugye behozzuk a termést. Itt mögöttem lévő kupac, ami látszik, ez azt jelenti, hogy a szárítóba gyűjtjük össze nyilván, és ennek a tisztítása következik, majd a szárítása, hisz azért ezt el kell mondani, hogy ez az eső abban is jelentett bizonyos negatívumot, hogy a kukorica víztartalma is magas lett. Ez annyit jelent, hogy a 20% és a fölötti lett a vize, ami hát bizony elég sok vizelvonást kell, hogy eredményezzen. A 14% alá kell, hogy szárítsuk ezt a kukoricát, ez tovább növeli természetesen a költségeket, és a szárítást követően pedig betároljuk a magtárba. De ez a folyamat az annyira gyorsan zajlik, hogy ami a hét elején betakarításra került, az a mai nap folyamán már elszállításra is került egy jó része. Márkli János hozzátette, az árak az ezévi termésmennyiséget nem követték, ugyanis a kukorica ára a tavalyihoz képest alig változott. Úgy véli, nyeresség helyett vesztesség várható. A betakarítási munkálatokat ezen a héten fejezik be.